Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézők! A Pszichofitness 5. adásánál járunk. Már megtanultunk egy kicsikét lazítani. Már kocogtunk, kacagtunk, és most érkeztünk el egy rendkívül fontos témához, amire bizonyára mindannyian nagyon ráámulnak, hogy kerül az érintés témája a lelki egészségvédő lehetőségeink körébe. Érintés. Arról szeretnék Önöknek most vallani, hogy én miként érintődtem meg egy kísérlet, pszichológiai kísérlet elolvasásakor, amely azt bizonyította, hogy az érintés egészen különleges lélektani hatással bír. Gondolják el egy könyvkölcsönzési helyzetben, ahol betanult a könyvkölcsönző, minden második személy, aki tőle könyvet kölcsönzött, kapott egy lehelet finom érintést. Amikor a könyvet átadta a könyvkölcsönző, annyira finoman érintette meg, ezt is betanulta persze ügyesen, hogy a másik szinte észre se vegye. Ezt követően a könyvkölcsönző kiment a könyvtárból, az ajtóban kérdező biztosok megállították, és kitöltettek vele egy kérdőívet, amin el volt rejtve az a kérdés is, hogy árulja már el, hogy amikor átadták a könyvet, akkor hozzáértek-e, megérintették-e. Valamennyi megérintett személy beixelt, hogy őt nem érintették meg. Vagy egy volt, aki azt mondta, ő nem emlékszik erre pontosan. De csak azok, és kizárólag azok, akik ezt a nem tudatosan észlelt érintést kapták, azt mondták, nagyon meg vannak elégedve a könyvtárossal, kitűnő a könyvtár, sőt, olyanokat fabuláltak, amikor a szóbeli beszámolóra sor került, hogy milyen kellemesen elbeszélgettek a könyvtárossal, szeretném Önöknek kijelenteni, be volt tanulva az egész helyzet, egy szót nem szólt a könyvtáros. Tehát ez egy lelki transformáció volt. Mondják meg, mi történt itt? Valami olyan hatás, amin álmélkodhatunk. Egy parányi érintés, és az érzelmi tudat kap valami olyan különleges megérintődést, érzelmileg vagyunk megfogva, holott csak érintés történt. Már nem is csodálkozhatunk azon, hogy egy másik kísérlet hasonlóan bizonyította azt, hogy milyen hatással tud lenni egy parányi érintés. Telefonfülke, beavatottak, ott hagynak pénzt, majd pedig aki bemegy a fülkébe, szépen elteszi a pénzt. Amikor kijön, a beavatott kísérletező oda megy hozzá, és azt mondja, uram vagy asszonyom, behagytam a pénzt, visszaadná, megtalálta. Ó, nem találtam semmit, mondták azok, akik nem kaptak érintést. Míg gondolják el azok, akikhez úgy közeledett a kísérleti beavatott személy, hogy csak a középső ujjával lehelet finoman a felkarját megérintette, valamennyien, kivétel nélkül, boldogan visszaadták a pénzt némi kommentárral. Nagyon örülök, hogy a tulajdonosának visszaadhatom a pénzt. Micsoda érzelmi hatások. Egy parányi megérintés, és szinte a másik érzelmileg megragadott és érzelmileg befolyásolt, anélkül, hogy tudatosan ezt mind tapasztalná vagy észlelné. Milyen titkokról van itt szó? De még egy érdekes dolgot szeretnék mondani, ez már az egészségpszichológia területéről való. Azt vizsgálták, hogy infarktust elszenvedett embereknél vajon milyen a gyógyulási folyamat, az úgynevezett rehabilitáció. És időközönként vizsgálatokat csináltak, és feltűnt, hogy egy bizonyos kis populáció, kis minta, tehát vizsgált személyeknek néhány száma egy kis csoport, különösen jó egészségi állapotban van. Mi az, ami nekik van, és a többieknek nincs? Egyedül az derült ki, hogy kutyatartók. Na hát ez furcsa. Mindenük van a többieknek is, családjuk, szeretteik, gyermekeik, és így tovább, de ezeknek, akik ilyen kiváló egészségi állapotban vannak, kutyájuk van. Először azt hitték, hogy a statisztika játszik. De aztán gondosan utána vizsgálták, és a következő derült ki. A kutyatartók ugye Önöknek, akiknek vannak házi állataik, tudják, szeretjük őket, simogatjuk. És az a kurkászásféle, ahogyan mint egy a szűrükbe belenyúlva, tényleg érzelmeket fejezünk ki azzal az érintéssel, ahogyan a szűrüket simogatjuk. De tudják, hogy ezzel mit teszünk? Óriási dolgot, mint ez kiderült. Nevezetesen a szőrnek a simogatása immunstimuláns. Ráadásul olyan nagyon jó hatású immunstimuláns, hogy ezen az úton el is kezdték vizsgálni, hát ha ez ilyen pozitív, akkor milyen a bőr közvetlen érintése.
és azt is kiderítették, és egy Katona Ferenc nevű hazánk fia, akire igazán büszkék lehetünk, fejlődési szempontból vizsgálta azt, hogy már intrauterin, vajon milyen területeken vagyunk az érintésre érzékenyek, tehát a bőre receptoraink milyen területeken különösen érzékenyek. Mert ha már a méhen belül is érzékenyek vagyunk, teljesen nyilvánvaló, hogy maga az organizmus, a jövendő élő lény kész arra, hogy bizonyos területeken érintéseket fogadjon, és pont ezek azok a területek, melyeknek a simogatása, puszia, érintése kifejezetten direkt immunstimuláns. Milyen érintés érzékeny területeink vannak már a méhen belül? Az ajak, az arc, a tenyér, a talp és a nemiszerv. Mindezen területek már felkészülnek arra, hogy érintésre szinte jobban reagáljanak, érzékenyebben reagáljanak, és mindezek bizony, vegyük tudomásul, hogy immunstimulánsak. Tehát ezért mindenkit tisztelettel arra kérek, hogy ne vonja meg a szeretteitől az érintést, a simogatást, a puszit, hiszen mindezzel olyan immunstimulás hatást vált ki, hogy a másik egészségi állapotát is javítja, de hát mondanom sem kell, hogy ez a csodálatos az érintés, vagy nem lehet egyoldalúan adni, mert aki a puszit adja, aki a simogatást adja, annak is jó, meg természetesen a fogadónak is jó. Az élővilágban egészen fantasztikus, ahogyan az érintés alapvető szerepet játszik az egészségi állapot fönntartásában, de a distressz érzékenységnek a, hogy úgy mondjam, csökkentésében is. Egy bizonyos distressz érzékenység természetesen szükségszerűen van mindannyiunkban, hogy a szervezet a védekező reakcióit indítani tudja. És azt tapasztalták, hogy újszülötteknél, amennyiben mindjárt a születés után az édesanya mellkasára helyezik a babát, majd pedig az első időszakban a mama nagyon sokat gyöngéden érintgeti, simogatja, puszilgatja a babát, akkor ezek az érintés ingerek annak az agyterületnek a sejt érzékenységét befolyásolják. Azt is mondhatnám, hogy edzik azokat az agysejteket, amelyek a hipokampuszban éppen azokra a kémiai behatásokra érzékenyek, amelyek a stresszben olyan pusztító szerepet játszanak. Magyarán edződnek a sejtek, és ilyen edzettséget csak vagy újszülött korban lehet már a sejtekben kialakítani, és így a nagyobb distressz behatással is jobban meg tud küzdeni a szervezet, vagy, de hisz erről már volt szó, fokozatos terhelés és inger adagolással, felnőtt korban a mozgással, a mozgásos aktivitás különböző formáival lehet kialakítani és elérni. De most a figyelmünket egy kicsit vigyük távolabbra, és senkit nem szeretnék azzal megbántani, hogy az állatvilágba lépünk vissza, és megnézzük, hogy már a főemlősöknél is milyen szerepe van az érintésnek. Szeretném önöknek elmondani azt, ami szinte merem állítani, hogy döbbenetes. Nevezetesen biológiailag az agysejteknek a finom differenciálódásában, az agysejt nyúlványoknak a kialakulásában döntő szerepe van annak, hogy kap-e az organizmus valamilyen, azért mondom organizmus, mert ez esetben állatokról van szó, hogy kap-e az organizmus valamilyen érintést, vagy lehetőségét annak, hogy érintsen. Ami Herman Imrénk, pszichiáterünk, abban jeleskedett, hogy a majmoknál azt igazolta, hogy a majom, amikor az anya szőrébe belekapaszkodik, akkor egész egyszerűen létszükségletről van szó, hogy megkapaszkodjon, mert hiszen ha elválasztjuk az anyától, akkor egyszerűen a kis majom elkezdi önmagát károsítani, tépi, destruálja, és egy idő után buskomor, depressziós lesz. De hiszen a Harlow kísérletekből önök mind hallották, tudják, és bocsánat, hogy említem ezeket a kísérleteket, de ennek lett ám egy következménye, mert a Michigan Egyetemen megcsinálták azt, hogy hasonlóan elválasztották a kis majom csemetéket az anyjuktól, és természetesen ugyanúgy az egyik ugye drót anyán kapott ennivalót,
és nem mehetett vissza a szőranyára, hanem egy üvegfallal elválasztották az édesanyjától, és a kis majom csemete kétségbe esett, sírással, jajongással próbálta áttörni az üvegfalat, hogy anyjához jusson, hogy szőrébe kapaszkodjon, amely kismajmoknak megengedték, hogy átemelve őket az üveg rekeszen, elválasztó falon, hogy anyjukba kapaszkodjanak, azok oly kétségbe esetten és egyfolytában kapaszkodtak, hogy ez lett aztán a bizonyítéka annak, hogy a megfosztás a korai kapaszkodástól egy kóros, szélsőséges kötődésbe fog beletorkollani, de nagyon szomorú, amit mondok, azok a kismajmok, amelyek, és ez átvihető bizony a kísérlet eredménye embergyerekre is, azok a majmok, amelyek tartósan meg voltak fosztva az anyjuk megragadási, érintési, megfogási lehetőségétől, elpusztultak, és felvoncolva őket olyan súlyos agykárosodást szenvedtek, és hát bizonyos sejtcsoportok, például ilyenek, a kisagynak vannak ilyen különleges sejtjei, úgy nevezzük őket, hogy kosár sejtek, ilyen különlegesen elágazó dendritek, vagyis ideg nyúlványok jellemzik, és a normál embergyereknél a kisagyi a finom mozgásokat lehetővé tevő és az érzelmi differenciáltságot is lehetővé tevő sejtek nagyon gazdag ilyen dendrit állománnyal rendelkeznek. Igen, azok a sejtek és az a kisagy, ahol a baba megkapja azokat a szükséges érintéseket, azokat az öleléseket, mi több, ha közvetlenül az édesanyja ölelését nem is kaphatja meg, akkor van valami olyan, valami szőrös takaró. Ugye ismerik a kisbabáknak azt a szokását, hogy sokszor még plédjüket letépdesve kis csomót csinálnak a pléd szőréből, és azzal az orrukat simizik, ahogyan szokták mondani a gyerekek, csiklandozzák az orrukat és simogatják. Mindezek az érintések ugyanis olyan pótolhatatlan érintésingerek, amellyel a távol lévő anya hiányában, mint egy pótolják az érintés inger szükségletét, és ezzel az idegrendszer fejlődését elősegítik. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és különösen jövendő kismamák, vagy már kismamák, akik most ezt a tévéadást nézik, kérem gondoljanak rá, az érintés, a babusgatás, a puszilgatás, a szeretgetés, a ringatás. Hát egy Brazelton nevű kutató például bebizonyította, hogy bizony az a baba, amely baba a mama ölében ringatásnak van kitéve, az a baba sokkal differenciáltabb idegrendszerrel fog rendelkezni, mint az a baba, akit nem ringatott az édesanyja. És hát milyen bölcsek voltak a mi eleink, nagymamáink? Hát a bölcső jól ki van találva. Még éjjel is, ha a baba sírt, lábujjukra kötötték a bölcsőt, és akkor így ringatták. Például, hogy egyet nyikkant a baba, már is megkapta a megváltó ringatást a bölcsőben, és ez a ringó mozgás, ez, ami a gyermek számára egy olyan, úgy nevezük ezt, hogy vesztibuláris ingerlés, tehát egy olyan mozgásos ingerlés, ez például ugyanolyan módon, mint a közvetlen ölelés, érintés, hihetetlenül stimulálja az idegrendszert. Láthatjuk, érintés nélkül nem tudunk létezni. Eric Byrne, egy kanadai származású amerikai pszichiáter azt mondta, olyannyira fontos az érintés, az angolul stroke, ami egyszerre ütés és simogatást is jelent, hogyha nem kapunk stroke-ot, az ember elpusztul, tönkre megy. Érintés kell, még akkor is, ha bántás ez az érintés, csak legyen valaki, aki megérint. Olyan lelki szükséglet a fizikai érintés is, és Eric Byrne azt mondja, hát miért nevezzük mi a szociális érintkezést érintkezésnek, amikor egymással szavas úton kommunikálunk. Azért, mert ez helyettesíti, szavas úton elmondhatóvá teszi például a költemények gyönyörű üzenetének nyelvén, hogy hogyan érintenénk, hogyan ölelnénk a másikat, tehát a szavak szinte belépnek helyettesítőként, de az érintésre mindenképpen nagyon nagy szükségünk van. Annyira nagy, hogy például a szexuális kultúrában alapvető a szerepe. Természetesen nem csak azért érintgetünk szexuális viselkedésünkben, hogy a másikat immunstimuláljuk, ez igazán azt hiszem kár is volt mondanom oly magától értetődő, hanem a vágy sodor egymás irányába, de a vágy
nem egy automatizmus. És azt tapasztalták, és párkapcsolati kutatással foglalkozók például, azt tapasztalták, hogy a szexualitásnak, a vágynak a lefulladása, és az elkedvetlenedés együtt jár azzal, hogy nincs érintéskultúra, nem simogatják egymást, nem érintik egymást a felek. És erre egy Paul Brown nevű klinikai pszichológus kidolgozott egy olyan párkapcsolati, hát, hogy úgy mondjam, helyrehozó, a párkapcsolatot restituáló, helyreállító módszert, amely a következőből állt. A párokat, akik szerették volna rendbehozni a szexuális életüket és a kapcsolatukat, arra kérte, hogy semmi szex, tilos volt a szex, viszont benn már a terápiás órán meghatározott ideig egymást kellett érinteni. Gondoljuk csak el, hozzáérni lehet finoman a másikhoz, csak hozzáérni a kezéhez, hozzáérni az arcához, megsimogatni, lehet finom puszit adni. Tehát azt mondhatom, hogy ez a lehet finom érintés az, ahonnan indult a párkapcsolatban az egymással való érintkezés újraépítése. És Paul Brown szerint, és ezt hát népszerű könyvében le is írta, számos esettel illusztrálva, ahol elmondták maguk a felek, hogy valahogy újra felfedezték egymást. Ahogyan újra a gyönyörűségére rájöttek a simogatásnak és a finom érintéseknek, úgy érezték, hogy automatikusan magától újra felszökik bennük az egymást kívánás vágya, és természetesen létrejön az az együttlét, amiről már kicsit szomorúan le is mondtak, hogy valaha sikerüljön. Tehát gondoljuk el, hogy mekkora a hatalma az érintésnek, de hát nem csak a párkapcsolatokban, hát gondolják el például, hogy nemi jellegzetességek is vannak, és nem szoktam saját kísérleteimre hivatkozni, de párkapcsolati kommunikáció kutatásaimból egy érdekes mozzanatot kiemelnék. Azt láttam, és azt figyeltük meg, természetesen ezt igazoltuk a kísérlet, illetve a megfigyelés módszertani eszközeivel, hogy a férfiak kevésbé érintgetők, mi nők, hál' Istennek, inkább vagyunk érintésekre hajlamosak, viszont a férfiak sokkal több szemkontaktust adnak, mint amennyit mi nők. Tehát valahogy, mint figyelhetjük, van egy kiegyenlítődés. Ha kézzel nem érsz hozzám, a tekintetemmel megsimogathatlak, vagy te a tekinteteddel adhatsz nekem egy simogatást. Tehát ez a kettő valamiként ekvivalens azzal a különbséggel, hogy a konkrét fizikai érintésnek konkrét pozitív következményei vannak. Ez nem csak az immunstimuláció, nem mint láttuk, az érzelmi tudatnak, az érzelmi agynak egy olyan ingerlése, amire szinte azt mondhatom, hogy érzelmi zsetonok szabadulnak fel, belső lehetőségek, a nyerőre állunk érzelmileg, mert a simogatás kihozza a mi érzelmi potenciáljainkat, lehetőségeinket. Amikor elkövetkezik az életnek az a szakasza, amikor már nem tudunk eltávozó szeretteinkkel szavas úton kapcsolatba kerülni, még mindig marad egy lehetőség, érzelmi üzenet az érintéssel, a simogatással, amivel valóban úgy tudunk elbúcsúzni, hogy szeretetben, érzelmekben, és átadjuk azt, amit életmentőnek is nevezhetünk, hiszen itt szeretném még végső üzenetként elmondani, hogy életmentő lehet az ölelés. De elmondanám, egy angol klinikán ikergyerekek születtek, egy hetes korában az egyik ikertestvér kritikus állapotba került. Az orvosi parancsra elkülönítették két inkubátorba egymástól őket, azonban a nővér úgy gondolta, oda teszem a testvére mellé. És íme, lássunk csodát, az ikertestvére mellé helyezett kisbabát, a testvére átölelte, átkarolta, a gyermek tökéletes egészségi állapotba került reggelre, lám, mit tesz az ölelés, minden élettani zavar megszűnt, helyre álltak a vitális funkciók, az ölelés életmentő lett. Ez az üzenetem önöknek. Ne felejtsék el megölelni azt, akit szeretnek. Köszönöm a figyelmüket.